Szeretettel köszöntöm kedves közönségünket, szeretettel köszöntöm az est valamennyi résztvevőjét, és a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának élő folyóirat sorozatában. Ez a negyedik évfolyam harmadik alkalma, harmadik estje, amikor az ünnepi könyvhét határon túli vendégeit hívtuk meg ide, természetesen nem valamennyiüket, de nagy örömmel köszöntöm mindazokat, akik elfogadták a meghívásunkat, és akiknek a könyveit majd itt fogjuk bemutatni. A mai estének a vendégei Sárközi Mátyás, József Attila díjas író, Kontra Ferenc Márai és József Attila díjas író, Janku Laura, József Attila díjas író, aki a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja is, és a Péter Pál kiadó, amelynek a vezetője Lővei Lilla. Ja, és Király Farkas kiesett a látószögemből, majd ideállok, hogy több ilyen hibát ne kövessek el, és Király Farkas prózaíró és költő, szerkesztő, és valóban Lővei Lilla és a Péter Pál kiadó is itt van, és a mai programot pedig Zsille Gábor, József Attila díjas író fogja vezetni, ő lesz a műsorvezető, akinek pillanatokon belül át is adom a szót, mert elég szép a műsorunk, és mint már látják, a vetítéssel el is kezdődött. A képernyőn mindvégig a Péter Pál kiadó albumainak képanyagát látjuk majd, és erről is fog beszélni a kiadó főszerkesztője, Lővei Lilla. A könyvei a vendégeknek és a kiadónak az est végén itt kedvezményesen meg is vásárolhatók. Akkor én most át is adnám a szót. Nagyon szépen köszönöm a szót Mezei Katalinnak. Én is köszöntök mindenkit, kezüket csókolom, jó estét kívánok. Hát adja magát a helyzet, hogy egy ilyen fordított viccel azt mondjam, hogy megkezdem a rendelésemet itt a színpadon, és mindig kérem majd a következőt. Úgyhogy nem Gipsz Jakab, hanem Zsille Gábor rendel ma este. Látják, hogy nagyon szép képek kerülnek vetítésre folyamatosan az est során, és ezzel kapcsolatban jó is lenne beszélgetni néhány szót, hogy mik ezek, illetve a Péter Pál kiadót kicsit bemutatni. Éppen ezért kérem szépen a Péter Pál kiadó főszerkesztőjét, a szerintem gyönyörű dallamos nevű Lővei Lillát. Kezét csókolom, és akkor leülünk, és néhány percet beszélgessünk, és hát kérem szépen, hogy röviden mutassa be nekünk a Péter Pál kiadót. Itt van egy mikrofon ön előtt, és akkor néhány szót hagyd tudjunk meg a Péter Pál kiadóról. Mi a története, mikor alapították, milyen jellegű kiadványokkal foglalkozik. Kicsit kérem, hogy mutassa be a társaságot. Köszönöm szépen. Igazság szerint a férjem Váradi Péter Pál fotói kiállításra kerültek egy alkalommal, még anno 88-ban. Aztán híres helytörténészek rá beszélték őt, hogy ne csak kiállításokat készítsen ezekkel a fotókkal, hanem ezeket albumokba kellene besorolni. Hát így kezdődött valahogy. Először Kalotaszektáj egységeit, aztán a Székelyföldre mentünk el, Korondvidékével kezdődött. Ez egy 30 éves gyűjtőmunka eredménye, 45. fotóalbumunkat hoztuk el most az ünnepi könyvhétre. Ez Kemény Jánosról szól, a marosvécsi mecénásról, aki az erdélyi Helikon alapítója volt. Egy rendkívül nagyszerű körülmények között sikerült ennek az albumnak is a munkáját összegyűjteni, illetve hát a fotóit. Tehát a férjem járja ezeket a vidékeket, a hegycsúcsokat, a patakvölgyeket, az ormokat, a városokat, a falvakat. Székelyföldnek nincs olyan települése, ahova mi ne jutottunk volna el, nincs olyan patakvölgye és forrásvidéke, nagyon büszkék vagyunk erre, egész életünk, az élet körülményeink erre a munkára épülnek a mai napig, hiszen még nem fejeztük be, még szeretnénk tovább is csinálni, hogy
hogy is lettünk mi Péter Pál kiadó? Mi úgy kezdtük, hogy Lővei Lilla és Váradi Péter Pál összeállított egy-egy fotóalbumot. Fotókat a férjem készítette, én magam a szöveget írtam hozzá, kutattam az irodalmat, és nagyon nehéz volt kiadni ezeket a könyveket. Egyik kiadótól kerültünk a másikig, általában baráti alapon, ott Veszprémben, ahol mi élünk. Azt még nem mondtam, hogy én Szovátán születtem, a férjem Nagyváradi, és valahogy Veszprémben találkoztunk, hosszú-hosszú sors közösség lett belőle, és házasság, és szerzőtársak lettünk, és Veszprémben találtunk olyan kiadót, aki hajlandó volt. A könyveink megtetszett neki, látott benne fantáziát. Utána másik kiadóhoz kerültünk, mert ő neki elfogyott a tőkéje. Szóval ezeket a könyveket nagyon nehéz anyagi háttér nélkül összehozni, tőke nélkül. Most találtunk végre egy olyan nyomdát, aki hitelbe készíti el a könyvünket. Most elhoztuk ide a vásárba, talán valamennyit eladunk, és már is megyünk a nyomdába törleszteni ezeket a anyagi dolgokat. De az az igazság, hogy szóval ott kezdtem el, hogy voltak nekünk kiadóink, de beletörött a bicskánk, meg az övüké is, és aztán azt gondoltuk, hogy majd mi készítünk egy kiadót ketten. Összefogtunk, ő volt a Péter Pál, én meg a kiadó, és így valahogy lett belőlünk egy igazi vállalkozás. Azóta aztán KFTV alakultunk, és ketten, csak ketten csináljuk ezt a munkát, összekapaszkodva, és a nehézségeket magunk mögött hagyva. Ez azt jelenti, hogy a kiadó kiadványai, könyvei kivétel nélkül fényképalbumok, vagy más jellegű, más műfajú könyvekkel is foglalkoznak? Elsősorban honismereti fotóalbumokat készítettünk a Székelyföld minden egyes tájáról, a Kárpátok koronájáról, keleti Kárpátok, déli Kárpátok, most dolgozunk a Bihari hegyeken, és a honismereti fotóalbumok mellett készítünk irodalmi fotóalbumunkat is. Az irodalmi fotóalbumok azért kerültek a szemünk elé, mert hiszen olyan csodálatos, kiemelkedő személyiségekkel találkoztunk, mint Orbán Balázs, akinek a nyomdokait azóta is járjuk. Aztán találkoztunk Benedek Elekkel gyűjtőmunkánk során, Tamási Áronnal, Kányádi Sándorral, az égélő legendával, nagyon szép két hetet töltöttünk együtt, és róla is készítettünk egy ilyen irodalmi fotóalbumot. Szóval általában honismereti és irodalmi fotóalbum, de vannak nekünk sorozaton kívüli kiadványaink is. Például készítettünk 2004-ben egy a Székelyföld képi autonómiája című kiadványt. Ez egy térképabrosz. 96 térképabrosz tettünk bele, ha kinyitnánk ezt a könyvet, szétvágnánk, és egymás mellé tennénk, akkora lenne tulajdonképpen, mint a Nagy Magyarország. Aztán készítettünk is füzetecskéket is a kiállításaikról. Férjem kiállítása most például Farkaslakán van, egy állandó kiállítás, Székelyföld 1000 pillanata, és ehhez pedig kis katalógusokat készítettünk. A mai este során milyen képeket látunk? Ezek kivétel nélkül erdélyi képek, vagy hogyan válogatták a képanyagot ma estére? Csak erdélyi képek. Ezek erdélyek. Ezek, amelyeket most látunk, főleg a Kárpátok koronájának 4 kötetéből valók, de van már, láthattunk már a Biharból is, mert hiszen a friss képeket is beletettük ebbe a képanyagba, amit kértek tőlünk. Ugye elmondhatjuk, vagy bátran kijelenthetjük, hogy ez a hallatlan nagy munka egy leletmentés is egyben, tehát önök dokumentálják számunkra mindazt, ami Erdélyben megvan, hogy egy későbbi nemzedék is hozzáférhessen. Készítettünk egy fotóalbumot, a legnagyobb székely címmel, Orbán Balázsról szól. Orbán Balázs 125-30 évvel ezelőtti fotóit megkaptuk Marosvásárhelyen a TK-ban, és ezekből tettünk egy válogatást ebbe a fotóalbumba. Utána a férjem minden egyes helyszínre, ahol Orbán Balázs járt, elment, és ugyanazt a fotót elkészítette ugyanarról a helyszínről. Fantasztikus összehasonlítási lehetőségeket találtunk, mert ott van például
Tehát ugyanazt a pozíciót találta meg az én férjem, amelyet Orbán Balázs. És ott van például a Csíksomlyói kegytemplom, szinte egy az egybe ugyanolyan. Csodálatos, hófehér, csak úgy világít. Aztán elmentünk egy másik helyszínre, Kerelőszentpáli kastély. Orbán Balázs korában valami csodaszép volt. Ég felé meredő, gyönyörű, hófehér szintén, és a mi időnkben, amikor ott jártunk, már csak lekopott falak, összedőlt kémények, még egy-két kémény meredezett az ég felé. Szóval szívbemarkoló, és valóban így van, hogy büszkék vagyunk arra, hogy a mi albumainkban minden megtalálható. Minden egyes helyszínre igyekszünk eljutni, főleg az olyan szépségekhez, amelyeket Orbán Balázs is megmutatott nekünk. Köszönöm szépen, ennyi fér egy kis beszélgetésbe, mert nagyon gazdag a program, mennünk kell tovább. Minden esetre én a magam nevében, és hát gondolom a közönség nevében is nagyon köszönöm önöknek, hogy megörökítik számunkra ezeket az értékeket. Nyilván Erdélyország tekintetében sok szempontból az utolsó percekben vagyunk, sok mindent kell menteni, sokszor a 24. órában kell valamit lencse végre kapni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és le a kalappal az önök hősies vállalkozása előtt. Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen. Mielőtt a következő pácienst a színpadra szólítanám, gyorsan elmondom, hogy a mai esténknek, az irodalmi résznek van két közreműködő színművésze, Talján Marian és Lázár Balázs fogják megszólaltatni a kiszemelt műveket, és most pedig következzék akkor az első határon túli könyvheti szerzőnk, Kontra Ferencet hívom. Így van. Én már készültem egy munka példánnyal, de foglaljunk helyet, jó? Legyen úgy. Jó. No, ugye olyan jól színesre sikerült összeválogatni a mai este szereplőit, hogy a határon túliságba jutott Erdély, jutott Délvidék, és jutott Nyugat-Európa, London, tehát sok minden, sok helyszín, sok nagy térség megjelenik a palettán. Ugye te a délvidéki magyar irodalom jelese vagy, és egy új regénnyel, tőled nem meglepő módon egy új regénnyel rukkoltál elő. Az Álom hídja címmel jelent meg a Magyar Napló kiadó gondozásában. Ugye magam a Magyar Napló szerkesztője vagyok, tehát elmondhatom bízvást házon belülről, hogy régi megbecsült szerzője vagy a Magyar Naplónak, gyakran jelennek meg nálunk írásaid, és a könyveidet is rendre a Magyar Naplóra bízod. Ez az Álom hídja, jó lenne nyilván erre koncentrálnunk a beszélgetésben, kérlek, hogy rögtön kezd is el mondani, hogy miért fontos az Álom hídja számodra. Pontosan kezdjük a címmel, hogy mindenki számára érthető legyen, hiszen minden a címmel kezdődik. Ez jelenti a regénynek a struktúráját, a szerkezetét és a tartalmát is egyúttal. Nagyon röviden összefogom, hogy miért ez a címe. Azért ez a regénynek a szerkezete, mert minden egyetlen robbanás felé tart. Ez a robbanáspont, ez a Péterváradi hídnak a robbanása. És valami furcsa, mágikus módon a regény összes szereplője a híd felé tart mégis. Nincs kimondva a regényben egyébként, hogy hol játszódik ez a történet, de azért mégis mindenki tudja, hogy melyik az a város, amelyet 78 napon át bombáztak. De úgy, hogy 1-24 órát, különböző létesítményeket, de mégis a híd volt az a jelkép, és az a bizonyos robbanáspont, amikor ott állt az egész város, és a híd hiányát nézte. És ahogyan odafelé tartott az összes szereplő, a robbanáspont után tulajdonképpen, mint egy szétfröccsent, szétspriccelt úgy az emberek, és úgy az ő sorsuk is, és ezt írtam le a regényben. Mi a tartalmát illeti, szintén a robbanásponthoz kötődik, hiszen elválasztja azt az időt, ami a robbanáspontot megelőzte. Mi előzte meg? Egy 8 éves háború. A
azért 8 évig tartott, és a bombázással fejeződött be. És ezt a 8 évet túl kellett élni, és annak reményében, hogy majd, ha túléltük, újjáépítjük, majd megint ott folytatjuk a dolgokat, ahogyan abba hagytuk. Tehát valamilyen életünk lesz a háború után, és a regény második fele robbanáspont után azzal foglalkozik, hogy miért nem folytatódhatott, és miért nem úgy történt semmi, mint ahogyan azt esetleg vártuk volna, és tulajdonképpen egy igazi generációs váltás történt. Nagyon sokan elmentek a háború alatt, és az új nemzedék az már nem azzal törődött, hogy otthont építsen, hanem hogy hogyan kezdjen új életet külföldön. És igazából az a regénynek a krimiszerű vagy része, vagy ha úgy tetszik, akkor a bűnügyi története is, hogy hogyan lehet ebben a világban egy nemzedéknek fölépítenie szinte egy búra alatt, egy olyan saját teret, hogy már megteremteni egy olyan világot, hogy mi majd egy másik helyszínen fogunk élni. Most, ahogy hallgattalak, hirtelen az jutott eszembe, hogy voltak éppen ez a felrobbantott híd, ez lenne az igazi sóhajok hídja, ugye az emberi sorsok és sóhajok szétfröcskölő szilánkjai. De hát az álom hídja is nagyon jó cím, és nem is foglalt a sóhajok hídjával ellentétben. Ugye hallgatlak, és ahogy délvidékieket hallgatok, Tari Istvánt néha, ha beszélgetünk, de hát legutóbb például Terék Annával is a versmaraton ünnepén a költészet napja alkalmából Terék Annával is valahogy mindig szóba kerül ez a rettenetes, szörnyű háború. Te is ahhoz az írói nemzedékhez tartozol, amelynek az életművét, a tematikáját alapvetően meghatározza ez az egész, ami nálatok lezajlott. És nem merül föl bennem, hogy el kéne szakadni ettől, tehát nem akarom sugallni az elszakadást, csak kérdezem, hogy íróként ennyire meghatározó élmény volt ez, hogy ennyire nem akartok még 20 év után sem elszakadni ettől. Mondom, nem azt akarom sugallni, hogy szakadjatok már el, csak érdekel, hogy ez ennyire mélyen foglalkoztat benneteket, délvidéki magyarokat, ez ennyire meghatározó volt ez a rettenetes háború. A bombázás az 20 éve történt. Tehát ehhez a 20 évhez még adjuk hozzá azt a 8-at, és akkor kiderül, hogy ez egy emberöltő. A háborús történeteimet én akkor írtam, amikor a háború zajlott. Tehát megtörtént egy esemény, és én úgy gondoltam, hogy hát nem biztos, hogy a holnapot megérem, hiszen aki háborúban él, az bármikor meghalhat. És ezt azért mondom ki ilyen triviálisan, mert ténylegesen így volt. Soha nem tudja az ember, hogy mi vár rá holnap, és azt higgyék el nekem, hogy az ember naív. És nem hiszi el azt, hogy tegnap a szomszédjában megöltek 18 embert, és holnap én következem. Én inkább úgy írtam, hogy ez lesz az utolsó novellám. És nem megyek el. És az emberben megvan ez a fanatizmus, ismerünk írókat, akikben úgy szintén megvolt. Most hadd ne mondjak nagyon nagy neveket, akik szintén ott voltak, és még akkor is úgy gondolták, hogy nem én leszek az, akit a Dunába lőnek. De én ezeket a történeteket akkor írtam meg. Én a háború után nem tértem vissza a háborús történetekhez. Mint ahogy a fiatalabb nemzedék az már valamiféle balladisztikus megoldásba, vagy a szűrőn átszűrt szűrő. Tehát valamiféle letisztultságot próbált ebből teremteni, de nagyon eltér arról a véleményünk, hogy most már azokat a háborús történeteket én, hát hogy is mondjam, nem kár örömmel olvasom, csak éppenséggel az a fiatal, aki 2 éves volt a háborúban, az ne írjon háborús regényt már, szóval az nekem már nagyon nevetséges. Az, hogy ez nekem trauma, az én magánügyem. Viszont ez a regény, ez óvakodik attól, hogy hívószavai legyenek az ilyen dolgok, mint a háború, vagy még az olyan dolgok is,
hogy sugárzás, hogy atomtöltetekkel lőtték a várost, és akkor mi történt? Igazából még ezeket a hívó szavakat se nagyon szeretem. Az, hogy ez a trauma miként változott meg, és hogyan alakult át mára? Tulajdonképpen az a fiatal nemzedék, az egyáltalán nem törődik már sem a háborúval, sem a bombázásokkal, amelyik most hagyja el éppen az országot, és éppen ürül ki Szerbia is. Tehát ez a regény már igazából nem azzal a háborúval foglalkozik, és főleg nem olyan módon. Valóban ott van a hátterében, de az ország neve sincs leírva, a város neve sincs leírva, de lehet, hogy ez majd egy következő válaszom lesz, hogy hát és akkor mi van? Sajnos fogy az időnk a következő válaszokra, de azért lesz még megszólalásod, nem veszem még ki a mikrofont a kezedből. Nagyon érdekes az, amit mondasz, mert amikor Terék Annával a Halott Nők című verseskötetéről beszélgettem, ő is ugyanezt mondta, hogy semmiképpen sem szeretné, ha a délszláv háború lenne a hívószava a halott nőknek. Ő nem háborús verseskötetnek szánta, de hát benne van mégiscsak Szarajevó, benne van a halál, átjárja az egészet a háborús halál, és te is azt mondod, hogy nem hívószónak szánod, de hát ott van. És mit gondolsz, hogy kicsit előre is lépjünk a jövő felé, mit gondolsz, ez a felrobbantott híd képletesen újjáépíthető? Még a délvidéki magyarságra is gondolok, mennyire lehetünk derűlátók a jövőt illetően? Újraépül még ez a híd ott bennünk, bennetek? Mással van elfoglalva szerintem az új nemzedék. És amiket leírok ebbe, végül is nem fogok erről beszélni, mert talán lelőném egy kicsit a poént, meg a könyv egyébként annyira bűnügyi történet, hogy én bizvást merem állítani, hogy nem lehet letenni. Tehát nem a sugárfertőzésről szól ez, meg nem kell sajnálni ezeket a szereplőket, meg ebben vidám jelenetek is vannak, meg egészen vicces figurák is vannak. Úgyhogy én mindenkit biztatnék inkább az olvasásra. És szinte nem is a regénynyel akarom befejezni, mert én ezt úgy írtam tulajdonképpen, mint egy izgalmas bűnügyi történetet. De hogy válaszoljak a kérdésedre, és valami nagyon mait mondjak, amit talán a jelenlévők se nagyon tudnak, hogy amíg, hát mondjuk 10 évvel ezelőtt, inkább az volt a téma Vajdaságban, hogy van magyar verés, hogy vannak ilyen csúnya dolgok. Most azt mondom, hogy már a gimnazisták arra készülnek, már egy felsőfogú nyelvvizsgával, hogy ahogy megkapták a bizonyítványokat, hol mennek és melyik országba. Dánia, Norvégia, Hollandia, stb. És már teszik le angol nyelven a felvételi vizsgájukat, és van egy olyan elitje, már például a gimnazistáknak, ahol nem arról van szó, hogy egymást agyonverik, hanem arról van szó, hogy a szerb és a magyar gyerek angolul beszélgetnek. Hát igen, nem, nehéz erre bármi derűset mondani, de hát azért a humor, a derű mégiscsak ott van a te egész munkásságodban, mondod, hogy itt is van vidámság, és hogyha valaki például a publicisztikádat olvassa, például az Olvasat című világhálós labban, ugye ott egy állandó szerző vagy, van egy állandó napod, tehát minden héten lehet meghatározott napon, azt hiszem csütörtök a tiéd? Szerda. Te vagy a szerda. Úgyhogy ott is érdemes olvasni az egészen más hangulatú publicisztikáidat. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, mely részletet választottad a regényedből, úgyhogy kíváncsian hallgatom a felolvasást. Ha látom, hogy még valami kikívánkozik belőled, és akkor a tiéd a végszó. Az az egy mondat, hogy fölkonferálom az elhangzó részletet. Tudtam, hogy miről fogok beszélni, és örültem ennek a lehetőségnek, hogy én magam választhattam ki azt a részletet,
ami igazából az álom hídjának a címadó részlete. Tehát magát a robbanáspontot fogják hallani, és azt a szituációt, hogy képzeljék el, mit éreztek volna, ha önök is ott állnak azon a helyen, ahonnét egyszer csak eltűnt a híd. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kontra Ferenc, az álom hídja, regény részlet. A rakpart lépcsőin ültünk, és néztük, hogyan úsznak el az álmaink. Mindenki gyászolt, ahogy álltunk ezen a mindhalálig tartó csoportképen. Némán bámulva a roncsokat, az összeborzolt fém szerkezetet, amit óriás madarak hagytak kusza nem törődömséggel a vízben. Erről a hídról mindenkinek eszébe jutott valami. A kiálló roncsok, mint az életünk csontváza. A leölt híd bélrendszere sisteregve és bűzösen a vízbe omlott, mint amikor a hentes kése nyomán ölébe omlik a disznó testmeleg gyomra. A kábelek, a csövek, az elvérzett hálózatok gubanca kavarodott az árban, ami korábban a két part lakosságát összekötötte. Mi voltunk azok. Bennünket bombáztak. Senki sem tudta, hogy még meddig. Senki sem sejtette, hogy összesen 78 napon át, folyamatosan, amennyi ideig egyetlen várost sem a második világháború alatt. Akikkel együtt álltunk ott, bármikor találkoztunk később, évek múltán is, láttuk a másik tekintetében azt a csontig hatoló hajnalt, és az a látvány örökre összekovácsolt bennünket. Ettől mindig végigfutott a hátunkon a hideg. Éreztük egymáson a fémes lőporszagot. Felnéztem a házakra, és láttam, hogy a parton a hídra néző ablakok mind betörtek. Felmentem a lépcsőn. Az ajtó nyitva volt. Ronin ott állt a kitört ablak előtt. Én láttam. Mit láttál? A szikrákat láttam teljes hosszában, ahogyan egy óriás csillagszóró visszatükröződik a vizen, és a folyó viszi magával a szétcsapódott törmeléket, kígyózva kanyart vesz a strandnál. Láttam, amíg el nem tűnik a folyó az éjszakában. A hátán úsztak el a lángoló tutajok. Tegnap este az albinizmusról olvastam. Szerintem te... legfeljebb csak 50%-ban vagy az. Persze, tudom, a megnőtt fényérzékenység. Könnyen elkápráztatnak a fényhatások. Azt hiszed, képzelődte? Kérdezte megütközve Ronin. Dehogy. A színlátásod viszont kielégítő. Ha a szervezeted viszonylag kevés melanint tervel, akkor a szivárványhártya ilyen világos kék lesz. Hát örülj neki, hogy nem lett rózsaszín. Gondolod, tudsz nekem még újat mondani? Emellett még rendszerint fennáll egy kisebb-nagyobb méretű szemtekerezgés is. Ezért látok másként. Ezt a képességemet akartam kamatoztatni a művészetben. Valóban eltér a térlátásom a normális emberekétől. Nagyobb felületeket tudok belátni több dimenzióban. Régóta tisztában vagyok vele, hogy nem ment el az eszem. Mindig az a kérdés, hogy én vagyok tébolyult, vagy az összes többi ember. Most meglátjátok, milyen, amikor minden kifehéredik. Ti is kifehéredtek. És megtudjátok, milyen, ha valakinek nincsen szemöldöke, mint a békának. Tudtad, hogy réges-régen a vietnámiak kókuszos békát ettek? Fogtak egy kókuszdiót, furtak bele egy lyukat, és beletettek egy békát. Pár hét elteltével kinyitották, és benne egy vak, fehérbőrű béka csücsült. A bőre elképesztően lágy, és finom kókusz ízű volt. Ronin csak bólogatott, és hozzátette. A fehér vagy éppen albínó állatok mindenütt kiváltságosak. Az indiánoknál a fehér páva szimbolizálja a világban szétszóródott lelkek. Lementünk a folyópartra. A tömegben mindenki a természet kifehéredéséről beszélt. Az iszalag sötét lila virágja most fehér lett. Napok múlva is fehér virágok nyíltak a kertekben, mint egy szürrealista látomásban. A felszínen
tejszerű, könnyű pára lebegett. Egy ember halhatatlanságáért sokan meghalnak, írta az egyik helyi költő másnap a versében. Sokan láttak angyalokat ebben a fehérségben, és elborult elméjükben megállt az idő, fehérek lettek az óramutatók, magába olvasztotta őket a számlap. Egy terhes nő őrjöngve rohant végig a rakparton, valami furcsát látott a folyóban. Krokodil volt! Krokodil úszott a vízben! Az erkélyen négyen kávéztunk. Ronin ezúttal vendégeket is hívott. Friss tea sütemény került az asztalra. Néztük, hogy a tömeg néha fogyatkozik, néha újra összegyűlnek az emberek, és csak nézik a vizet, mintha a jövőjüket sodorná el. Willie Nelsonnak van egy dala egy angyalról, aki túl közel merészkedik a földhöz, megsérül a szárnya, és ott sínylődik betegen röghöz kötve. A dal hőse, aki rátalál, összefoltozza a szárnyát, aztán csak nézi, ahogy az angyal meglovagol egy felfelé irányuló légáramot, és elhagyja a stratoszférát. Ez a dallam jutott eszembe, miközben a fehér tollakat néztem a folyó felszínén, ahogy sodródnak. Közben visszhangzott egy becsapódás a két fülem között, mint a harangszó az óratoronyban. Idézte fel lehúnyt szemmel Ronin. Nem az angyal tollai voltak. A partról kicsit közelebbről lehetett látni azokat a fehér tollakat, ahogy elborították a felszínt. A sirályokat szétcsapta a légnyomás, és a ragadozó halak alig várták, hogy az elhullott madarak maradványait magukkal húzzák a mélybe. Kevergette a kávéját, festő barátunk. Néma gyilkos a köd a víz felett. Nem is köd az. A piros fejű rakéták nukleáris töltetéből származik. Hányan lesznek, akik most holtan születnek? Ezt nem kérdezte az egyetem vegyésze, hanem az imája volt. Nagyon szépen köszönjük Talján Mariannak és Lázár Balázsnak, és köszönjük Kontra Ferencnek a művet. Érzékeltem, hogy dramaturgiailag kicsit bele is nyúltál itt a szövegbe, kicsit át is dolgoztad a kedvünkért, tehát felolvasásra... Dinamikusabb legyen. Igen, így van. Húztam belőle. Igen. És nem, szóval dramaturgiailag alkalmaztad számunkra, hogy felolvasásszerűbb legyen, úgyhogy köszönjük. Köszönöm szépen, akkor... Akkor megkérem a kedves pácienst, hogy a következő művével majd jöjjön vissza rendelési időben, és akkor megyünk tovább, Király Farkast szólítom, mi a panasza, foglaljon helyet. Köszöntelek, Farkas. Az MMA élő folyóirat estjei azért is jók, mert valóban folyóiratként működnek, szerkesztődnek ezek az anyagok, és itt most a Sortűz című új könyvedről ejtünk néhány szót, a Magyar Napló kiadó könyvújdonsága a könyvhétre, és ugye a témája az 1989-es romániai forradalom, ha ezt nevezhetjük forradalomnak, ugye ez is mai napig vitatott dolog, majd erre valamit reflektálhatnál. És nemrégiben Szabó Palóc Attilával, a Délvidékről átszármazott íróval beszélgettem, akit tényszerűen be is soroztak a délszláv háború idején. Szabó Palóc Attila megjárta a frontot, igaz, hogy annak a kevésbé veszélyes részeit, de tőle 5 méterre lőttek agyon egyenruhás embert fejlövéssel. Úgyhogy egészen döbbenetes, hogy a mi nemzedékünk, Attila is 70-es években született, döbbenetes, hogy a mi nemzedékünk miket élt át. Én csak hírből, ti személyesen, kiki a maga szülőhelyén, szülő országában, vidékén. Te neked ugye ez a romániai forradalom, ez jutott. Hát akkor kérlek, rögtön mondj is erről valamit, hogy te hogy emlékszel erre, és szerinted forradalom volt-e ez? Szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Ez egy nagyon fontos kérdés, ugye, és mindig felteszik ezzel a könyvvel kapcsolatban, hogy én mit gondolok, hogy ez forradalom volt-e. Hát, hogyha azt nézzük, hogy ezt is ellopták, mint a történelem összes minden forradalmát, akkor mondhatjuk azt, hogy igen,
bár egyre inkább úgy tűnik a román médiából is, meg a román igazságszolgáltatás ügyeiből is, hogy már pedig ez mégiscsak egy pucs volt. Én ezzel egyet tudok érteni, már, ott, már közben érződött, hogy itt valami nincs rendben, hogy ez nem egy, tehát hogy van valami terv mögötte, tehát hogy erre valakik számítottak, és most azt a tervet léptetik életbe. Hát erről ennyit tudok mondani, vagy hajnalig tudunk beszélgetni erről, és felhoznom bizonyítékokat, meg legendákat, meg egyemeket. Bezárjuk az ajtókat, és ezt a hajnalig beszélgetést, ezt választom. Jó, hát egyszer megtörténhet, most gondolom, hogy itt értem. Ez nem erről szól. Egyébként meg igen, hát ennek a generációnak ezt dobta a gép, hogy így mondjuk. Magyarországon azt hiszem, hogy szerencsésebbek voltatok, mert itt valahogy békésebben zajlott a rendszerváltás. Hát Romániában nem, meg aztán később máshol sem, ugye sem Jugoszláviában, de említhetnénk néhány tőlünk keletebbre lévő országot is, meg aktuálisan is vannak rendszerváltások. A sortűzben ugye ezt a romániai eseménysort, ezt a 89-es koratelet örökíted meg, és szerintem ez egy hiánypótló mű. Nagyon sok szempontból írtak már erről, de így belülről és nemzedéki alapon még nem, azt hiszem legalábbis, de javíts ki, ha ezt rosszul tudom. A könyvedben a különböző nemzetiségű kényszerrel besorozott fiataloknak állít a szemléket. Van közöttük, aki meghalt, van közöttük, aki egy életre szóló lelkisérüléseket szenvedett, sok élet derékba tört, sok élet módosult, és ugye a hátsó borítón látható a szerző fényképe sorkatonai egyenruhában, tehát ott látjuk Király Farkast is sorkatonaként, tehát nyilván ez önéletrajzi ihletésű könyv is, de hát megint csak várom a te szerzői megvilágosításodat. Igen, tehát itt egy kérdésben több kérdést szoktál feltenni, mindig ezért figyelek és igyekszem mindeniket észben tartani. Tehát az egyik az, hogy a személyes élmény is van benne, természetesen nem hinném, hogy mondjuk egy olyan ember, aki egy kicsit nem ült börtönben, hogy tudna egy jó börtönregényt írni. Vagy aki nem volt egy kicsit katona, tudna egy katonai élményekről szóló élményt írni. Most, hogy ezek a nemzetiségiek benne vannak, igen, így van. Én egy olyan szakaszban szolgáltam, ahol nagyon, tehát egy század négy szakaszból állt, akkor háromból kellett volna, de négyből állt, mert egy teljes krajovai gimnáziumnak a fiúállományát oda vitték, ugyanis az egyik srác az aktuális hadügyminiszternek volt az unokaöccse, a másik pedig a krajovai egyetem rektorának a fia, és azt mondja, oké, menjünk mi bárhova katonának, de jönnek mind a fiúk. És akkor a többieket össze-vissza kavartak, nagyon, nagyon vegyes volt a társaság. És úgy gondoltam, hogy voltak azért, hogy az életben mindenféle feszkók a nemzetiségek között, meg nagyon benne van az a közbeszédben, hogy a román, a magyar, meg ezért, meg utálják egymást, meg nem utálják egymást. És azt akartam bemutatni, hogy valóban a másik nem ismerése az egy kicsi feszültséget okozhat, de amikor ilyen szituációba kerül az ember, akkor az nem számít. Tehát ez mindegy, hogy Újpest vagy Fradi, mert együtt dolgozunk. És még volt valami a kérdésedben. Hogy tudomásod szerint írtak-e már így belülről nemzedéki alapon erről az egészről? Nem. Magyarul biztos nem, és úgy tudom, hogy román kollégák sem tették meg ezt. Nyilván vannak olyan könyvek, amelyek, nagyon sok van, amelyik érintőlegesen egy kicsit így kapcsolódik a forradalomra, vagy ráfut, meg filmek is, amelyek ezzel foglalkoznak. Egy filmet készítettek, a Papír kékre vált ez a címe, egy egész estés film, és az mutatja meg így bentről egy rendőrcsapatnak az életét, akiket az végén aztán szintén felszámol a rendező, ahogy az élet is felszámolta a mintát. Most megkönnyítem a dolgod, mert most nem dupla fenekű kérdést teszek fel, hanem csak egy kérdés lesz egy kérdőjel előtt. Milyen hosszan készültél ennek a könyvnek a megírására? Mennyi ideig hordoztad magadban ezt a témát? Hát
Tehát mennyi ideig hordoztam magamban, vagy meddig fogom ezt még magamban hordozni, azt nem tudom. Nyilván az események bekövetkezte óta velem vannak ezek a dolgok. De úgy meg is szoktam, tudod, tehát amikor kitettem a pontot a kötetnek a végére, úgy valami leesett a vállamról, egy hatalmas teher, amiről én nem is tudtam, hogy ott van. Tehát már annyira összeolvadtunk ezekkel a dolgokkal. Hogy mikor gondoltam azt, hogy ezt meg kellene írni, azt hiszem, hogy akkor, amikor Budapestre költöztem, tehát ez 2002-ben tört, 2002-2003-ban, mert nagyon sok nem saját élményt is hordozok magamban. Ugye nem volt annak idején a román állam, a román hadsereg semmiféle lehetőséget nem kínált fel, hogy a kukút, azt egy kicsit kiszedjék a fejünkből, és akkor még mit csináltunk? Ültünk a kocsmában a srácokkal, és elmondtuk egymásnak, hogy ki milyen szörnyűséget tudott. És akkor gondoltam, hogy ezt meg kéne írni, el is kezdtem írogatni. Aztán megjelent Majoros Sándornak a Meghalni Vukovárnál című könyve, akkor azt mondtam, hogy akkor kiválasztjuk az összes szöveget, egy nagy delete gombbal kitörölünk mindent, mert gyenge volt, hát tapasztalatlan voltam. És akkor aztán megint nekifutottam, és igazából olyan 2014-re már majdnem kész is lett, de még futottam egy-két kört, úgyhogy ez a keletkezés története magban. Bizony Majoros Sándort is mindenképpen említhetjük ebben a sorban. Ő is ennek a nemzedéknek a tagja, amely nemzedék életét befolyásolták, írói munkásságát meghatározták a háborús események és különböző hadi cselekmények. No, hát ugye nehéz 7-8 percben teljes értékűen beszélni egy könyvről, csak felvillantunk egy-egy részletet, és sajnos az idő eljár fölöttünk. Az a kérdésem, hogy mielőtt meghallgatjuk a kiválasztott részletet, akkor erről mondasz-e valamit, hogy miért pont ezt választottad, hiszen a szerzőnek lehetősége van kiválasztani, hogy mi az, ami elhangzik a színpadon. Nagyon bonyolultak ezek a választások, és nagyon sok szempontnak kell eleget tenni. Tehát azért választottam ezt elsősorban, mert ez pont akkora, amekkorát kérte. sokkal hosszabbak a más részek ebből, és egy kicsit kihúzogattam azért, hogy beleférjen abban a mennyiségbe. De nem csak ez a szempont. Szerintem ez egy akár viccesnek is tekinthető részlet, groteszk és bizarr, de nincsenek benne azok a valódi szörnyűségek. Tehát, azért még van kérdés, ezek rövid kérdések. Az egyik az, hogy ezt a művet érdemes lenne megismertetni a román közvéleménnyel is. Van esetleg előkészületben a román nyelvre fordítása? Nem tudom, ez még nagyon friss. Én szeretném, hogyha lefordítanák román nyelvre. Annyit tudok, hogy a Román Írószövetség díjra előterjesztette, de végül is nem kapta meg a díjat, de hát ez is olyan, mint az Oscar-díj. Ha már előterjesztették, akkor bekerültél egy bizonyos figyelmi körbe. Másik kérdés, hogy így a könyv elkészültével kitetted-e valóban magadban a pontot? Tehát most már ez így részedről akkor bekerült, vagy ez még dolgozik benned ez tovább? Szerintem mindig fog dolgozni, ez most egy ilyen első, eddig erről nem írtam prózát. Most ezt megírtam, lássuk, milyen lesz a recepció. Az eddigi reakciókból egyértelműen az derül ki, hogy érdemes lenne ezzel tovább is foglalkozni. Nem ilyen töményen, és nem pont így, hanem mint ahogy a délvidéki barátaink csinek, Sirbik Attila, meg Dani Zoltán, hogy nem arról szól a könyv, de azért benne van, és úgy. Nagyon szépen köszönöm a válaszokat, és akkor hallgassuk együtt a kiválasztott részletet. Király Farkas, 1989 karácsony. Meg lehet, zavaros lesz ez a szöveg. Elvállaltam az éjjeli őrséget éjféltől reggel 6-ig. Akivel cseréltem, igencsak örült, hogy nyugodtan megihatta a féltve őrzött pálinkája egy részét, a másik felét új évre tartogatja. Még engem is megkínált egy kortyas, most az igazak álmát alussza.
Én amúgy sem bírnék aludni, ezért kitéptem pár lapot a füzetemből, és most megpróbálok leírni néhány sort arról, hogy mi történik itt a repülőtéren és környékén. Nem tudom magamban tartani, de beszélni ezekről nincs kivel. Talán sikerül túlélnem, de ha nem, ezeket a lapokat hát, ha sikerül, úgy elrejtenem, hogy majd jó kezekbe kerüljenek. 5 napja már, hogy hajnalban azzal riasztottak, jönnek a terroristák. A nagy pánikban gyorsan összekaptuk magunk, csak percekkel később, amikor már elfoglaltuk állásainkat a repülés irányító tetején, vetődött fel a kérdés valakiben, miféle terroristák ezek, hogy előre bejelentve szervezetten közelednek. Persze a százados rögvest hatalmasat csapott az okoskodó srác sisakjára, és kilátásba helyezte, hogy a következő pofázáskor helyben főbe lövi. Kételkedésnek nem volt helye. Nem sokkal később megjelent 3 zöld ponyvás teherautó. Az ellenőrzőpontnál megállították, majd tovább engedték mindhármat. Megtettek néhány 100 métert, amikor váratlanul valaki tüzet nyitott, ezután elszabadult a nagybetűs pokol. 3 irányból kezdték megszórni őket. Nem tudom, hány percig tartott az őrület, de az biztos, hogy a védelmi állásokból majd mindent kilőttek rájuk. A rettentő lármában a parancsokat sem lehetett hallani, úgyhogy ha valaki el is rendelte a tűz beszüntetését, az senki sem hallotta. Úgy viselkedtünk, mint a birkák. Ha egy lő, mindenki lő, és lehettünk vagy 200-an. Szerencsétleneknek esélyük sem volt viszonozni a tüzet, bármint később kiderült, fegyvereik sem voltak. Az első sortűz a terroristák javarészével végzett. A többiek valahogy lemenekültek a kocsikról, néhányan a járművek mögött kerestek védelmet, mások a közeli erdő széle felé kúsztak. Egyesek kiabálni kezdtek, ne lőjetek, ne lőjetek! Hiába. Bár sokan beszüntették a tüzet, legalább annyian tovább lőttek. Lemészároltuk őket. Félelemből, gyávaságból, a szar kiképzésünk miatt, az oly sokáig elfojtott gyűlölet vakká és süketté tett mindannyiunkat. Csak húztuk a ravaszt, és üvöltöttünk, és tárat cseréltünk, és ismét lőttünk, és hörögtünk, és újra. Káosz volt az, vérfürdő, borzalom és rettenet, állati ösztönök elszabadulása. És egyszer csak megjelent a lővonalban a repülőtéren dolgozó civileket szállító autóbusz. Az elvakult lövészek azt is lőni kezdték, de szerencsére a sofőr még idejében tolatni kezdett, idejében, csak 8-an haltak meg a buszban, ha igaz, amit hallottam. A túlélő terroristákat összegyűjtöttük és betereltük a reptér egyik épületébe. Ott aztán a vérmesebjeink gyalázni és verni kezdték őket. Kihalacott a terroristák vagytok, Ceausescut véditek, meg akartok minket ölni, kiabálás. De nem volt mindegyikük ilyen szerencsés. Láttam, amint egy másik egységhez tartozó csapatparancsnoka a teherkocsi mellé sorban letérdepeltetett néhány katonát, és tarkon lőtte őket. De olyan is akadt, akit egyszerűen hagytak elvérezni. Megint leírom, fegyvertelen srácok voltak. Igaz, hogy sötétkék paroli virított a zubbonyokon, tehát a szekunán szolgáltak, de láttam a válpántyukon a vékony piros makarónit. Szekus előfelvételisek, akiket nem a szándékuk, hanem a sors sorozott be pont oda. Nem hinném, hogy Isten ezt valaha meg fogja bocsátani nekünk. A poklok poklában fogjuk végezni, 1000 évnyi tisztító tűz után. Az emberek pedig az ő bocsánatukért már nem is esedezem. Fegyvertelenek voltak az Isten szerelmére. A holtesteket csak a következő nap szállították el az útról. Ebben szerencsére nem kellett részt vennem.
Egy konténerbe dobálták a tetemeket a teherszállító terminálon. De mint írtam, a káosz egyre nagyobb, az irodalom tanárnőm szeretnie jelzőt, epikus méreteket öltött. Később a megvert és szidalmazott szekus túlélőket kirendelték Ceausescu ott parkoló repülőjének az őrzésére. Mindezek után vagy közben összefolyik az egész, és lényegében mindegy is, tankokkal támadtak ránk. Mármint a repülőtér épületére. Rögtön tudtuk, hogy ezek nem lehetnek sem terroristák, sem szekusok, ugyan honnan szereztek volna a harckocsikat. A zárótűz első hulláma úgy 400 méterre tőlünk fröcskölte fel a földet, a második mintegy 300-ra. A fegyvereink semmit sem használtak ellenük, meg sem próbálkoztunk a harckocsik kilövésével. Percek múlva következett az újabb zárótűz, az már csak mintegy 200 méterre tőlünk pusztított. Ekkor az erdőből valakik tüzet nyitottak rájuk. Azok meg belőttek az erdőbe. A fák gigászi akrobatákként repültek 20 emeletnyi magasba. Ekkor egy repülős tiszt egy fehér alsónadrágot lobogtatva kirohant a mezőre, egyenesen a tankok felé. Szerencsénk volt, nem szedték le, hanem tárgyaltak vele. Állítólag a tankosokat azért küldték ide, mert úgy tudták, hogy a reptér épületét elfoglalták a terroristák. Nem értek én már semmit. Tudom, Isten útjai kifürkészhetetlenek, de hogy ilyenkor milyen tervei vannak az emberekkel, annak milliómod részét sem bírom felfogni. Csak az ő kegyelmében bízhatom. És nagyon, nagyon félek. Az élő folyóirat megenged egy élő helyreigazítást, hiszen egy humorosabb részt harangoztál be, de hát akkor ezt most tegyük helyre. Igen, helyreigazítás következik. Elnézést, mostanában több helyre kellett részletet küldenem. És rosszul emlékeztem. De remélem, hogy azért egy nagy baj nem történt. Köszönöm. No, akkor nagyon szépen köszönjük Király Farkasnak ezt a fontos és hiánypótló művet, hogy elénk raktad, és mi pedig olvassuk lelkesen. Köszönöm szépen. Ugye normál keretek között az élő folyóirat bemutatókon minden szereplő fentül a színpadon, de most a képvetítés teszi indokoltá, hogy így egyesével hívjam a szereplőket a színpadra. Úgyhogy már is szólítom nagy örömmel Sárközi Mátyást. Tessék helyet foglalni. Igyekszem rövid lenni. Hát Sárközi Mátyást régóta vadásztam idézőjelben, tehát régóta vártam rá, hogy egyszer közösen elkövessünk valamit egy színpadon, tehát vártam a személyes találkozás lehetőségét, hiszen Sárközi Mátyás egy valódi legenda. Ugye a mi nemzedékünknek ilyen 1990-es évekbeli, meg 80-as évekbeli események jutottak, amikre visszaemlékezhetünk. Sárközi Mátyás visszaemlékezései viszont 1942-ben indulnak. Ez egy kicsit nagyobb történelmi távlat. Ugye 5 éves voltál 1942-ben, és ez az új könyved, a Ládafia történelem, le is cseréljük akkor az előző könyvet, és a Ládafia történelem a Kortárs Kiadó gondozásában látott napvilágot, és a visszaemlékezéseidet, a legendáidat, a kis legendáriumodat tartalmazza. Hát van mire visszaemlékezned így 1942-től. Valóban, szóval miért Ládafia történelem, ez csak egy mondatban, mint látható, egy tulipános láda egyik rekesze van a képen. Szóval én a levelezésemet és a fontosabb irataimat, nem az adminisztratív irataimat, hanem az irodalmi fontosságú papírjaimat egy nagyon nagy tulipános ládában tartom a
dolgozószobám sarkában, ami akkora, mint ez az asztal. Ez sajnos nem egy magyar láda, hanem egy bajor, 150 éves népi bútordarab, és én nagyon rendesen, ABC szerint ebben tartom az irodalmi levelezésemet, és mindent, ami fontos lehet az utókor számára. Nos, úgy gondoltam egy szép napon, hogy megkönnyítem a filológusok és a irodalomtörténészek munkáját, akik mondanak, mindenfélét kutatniuk kell majd a jövőben, és nem tudják bizonyos dolgokról, hogy hová tegyék őket, rejtélyek vannak, és megválaszolatlan kérdések. Hát akkor legalább egy könyv legyen, amiben sok mindent én megválaszolok számukra. Az a szerencsém volt, hogy az édesapám szerkesztette a háború előtt a Válasz című folyóiratot, és ami szép nyúlutcai villánkba eljárt az egész magyar irodalom. Egyik nap jöttek a népiek, ilyenkor édesanyám gulyást főzött, a másik alkalommal jöttek az urbánusok, és ilyenkor mindenféle nagyon finom francia gurmé harapnivalók voltak. Ezt a villát a nagyapám vásárolta, Molnár Ferenc, aki azt hitte, hogy itt fog legújabb harmadik számú feleségével, a gyönyörű Darvas Lilivel élni, és írja tovább a világhírre érdemet tartó színműveit. Ellenben Hitler Adolf másként gondolkodott, és 1937-ben, amikor én megszülettem, már egy kicsit érezni lehetett, hogy itt baj lesz. Én júliusban kellett volna, hogy szülessem, és hallottam, hogy illusztris nagyapám jön Budapestre a Delilla című új színműve bemutatójára, mennek persze a főszerepét Darvas Lili játszotta, és ezért koraszülöttként megszülettem júliusban, és akartam találkozni a nagyapámmal, aki viszont rám se hederített, mert egy újszülöttel mit lehet kezdeni, harmadik számú unokája voltam, bátyám, anyám első házasságából Horváth Ádám, ugye a Szomszédok című halhatatlan televíziós mű alkotója, már 7 éves volt, hát őt elvitte fagylaltozni a Gundelhez, és adott neki egy fényes ezüst Horthy Miklós ötpengőst, de nem volt zsebe, úgyhogy Darvas Lili tette el a táskájába a pénzt, és amikor 1966-ban először jött 1937 óta Magyarországra, és Ádám bátyám fontos televíziós ember volt, akkor azt mondta, hogy csinálunk Lili nénnek egy szép magánestet, azzal valamit akar, hogy lássuk, hogy még mindig milyen gyönyörűen peregnek ajkáról a magyar vers részletek, de azért az ötpengősömet most már visszaadhatnám, mint a 37-ben a táskájába tett. Nos, hát ilyen dolgok vannak az én ládámban, és azután egész más dolog, az amerikaiak kitalálták a Kádár időkben, amikor már lazultak az elnyomás rabláncai, hogy ők fellazítják a magyar értelmiséget, és ezt azzal kezdték. Először egy Luftballon akciót terveztek, Ausztriában léggömböket küldtek át Magyarországra propaganda anyaggal, ez teljes kudarc volt, a léggömbök szétpukkadtak, és minden beleesett a pinkába, vagy a Isten tudja hová. És akkor kitalálták azt, hogy nagy nyugati városokban, hiszen már megindultak a utazások, emberek jöttek ki ösztöndíjjal, vagy tudományos munkát végezni, legyen egy-egy emberük, aki elkapja a frakját ezeknek a kijövőknek, és mindenfélét ad nekik. Először is emigráns irodalmat, aztán angol nyelvű politológiai könyveket, történelem könyveket, emigráns folyóiratokat, a Párizsban megjelenő irodalmi újságot, a Münchenben megjelenő új látóhatárt, a Rómában megjelenő katolikus szemlét. Hát ezeket úgy kapkodták, mint a cukrot, viszont azt kérdezték, hogy hogy vigyük ezeket haza, ezeket a határon el fogják venni. Mondtam, hogy hát nézd, két dolog van, vagy egy piszkos alsónadrágba becsomagolod, és akkor átcsúszik, vagy pedig elkezdesz egy hegyi beszédet annak a kiskatonák, aki amúgy sem tudja, hogy miről van szó, hogy én egy fontos tudományos kutató vagyok, vagy egy Kossuth-díjas író vagyok, nekem ezt szabad bevinnem, mert ez kell a munkámhoz.
Úgyhogy kérlek szépen, 10 000 könyvet adtam embereknek a működésem folytán, és 10 000 dollárt költöttem arra, hogy vegyek nekik olyan könyvet, amit szerettek volna. És ez szerintem egy nagyszerű dolog volt, és örökké hálásak nekem ezek az emberek, és mindegyikkel megismerkedtem. Olyanokkal, mint Szabó Magda, meg Ottlik Géza, meg Mándi Iván, meg Jézs Gyula, sokakat már korábban is ismertem, és remek levelezésem van ezekkel az emberekkel, de olyanokkal is, mint Karinti Ferenc például, aki nekem leírja töredelmesen 3 oldalon, hogy miért volt ő egy szarházi, és miért adta el a lelkét a kommunistáknak, és írta meg a budapesti tavaszt, és hát most ő megírta a budapesti őst, és ott rehabilitálja a forradalmat maga nevében, mondtam, köszönjük szépen, és ezek a nagyszerű, érdekes levelek, amiket ott tartogatok, ezek leírnak egy kort. Hát írt, mondtad, hogy 1942-nél kezdünk, egy fénykép van a könyvben. Pontosan, szerettem is volna rákérdezni, azért jó dolog a szerzővel beszélgethetni, mert olyan dolgokat is megvilágít, amit egy átlag olvasó a könyvesboltban nem biztos, hogy kitalál. És van egy, a belső borítón van egy fénykép, akkor ezt hallgatom is, hogy mit mondasz erről. Szigetszentmiklósi tanyán vagyunk, Erdei Ferencia tanya, aki az népi írók egyik fontos alakja volt, falukutató, Magyar Falu című könyv szerzője, és ugyanakkor egy parasztember. Ott ül a földön, és valamit farigcsál, én 5 évesen mackónadrágban állok előtte, mögöttem áll egy bácsi, fehér bajusszal, úgy néz ki, mint Veres Péter, kalapban, mert hát kiöltözött, ugyanis bebiciklizett Makóra, és hozott szódavizet, meg bevásárolt. És épp azt mondja el a fiának, hogy nagy baj történt, mert a hátizsákból adta a szódavizet, aminek ilyen nyomós szerkezete volt, és nyomta a zsák, mire megérkezett, egy üres üveg volt csak a hátizsákban, és azt mondta az öreg, az 7 éves korom óta nem felejtem el, hogy az anyja istenit, éreztem ám, hogy valami susturikult. Susturikult neki a szódavíz, és nem maradt belőle semmi. Hát ezzel kezdem, és aztán nagyon hamar szörnyű idők következtek, 44, ami bennünket közelről érintett, mint Molnár Ferenc leszármazottait, és mint engem, mint apám fiát. Nos, hát minket elvittek egy csillagos házba, ahol anyám azt mondta, hogy most azonnal szétspriccelünk, mert itt baj lesz. A bátyám, a fent említett Horváth Ádám, a televíziós rendező, 14 éves diákként, eljött erre a tanyára, ahol a fenese kereste őt, és Erdei Ferencék azt mondták, hogy hagymaszedő kisbéres. A nővérem az rettentő vallásos katolikus volt, kitért keresztény, és az apácák ismerték őt, és Slachta Margit a szürke nővérekhez befogadta, beöltöztette csuhába, és szolgáló nővér volt, és azt mondta, hogy Vilmos atyának nem szabad gyónni, aki ott ül Ferencesnek beöltöztetve barna csuhában, mert ő a Ház Vili bácsi, aki zsidó, és az Irodalmi Lexikon szerkesztője, és hát neked nem tud feloldást adni bűneidből. Édesanyám, mint zsidóháztól elbocsájtott cselédlány, Balaton lellén egy hadiözvegynél bérelt szobát álnéven, méghozzá úgy, hogy a kis szobalány, aki az én dédnagyapámnak a nagyúri háztartásában szolgált, őt elvette az inas, és ők lettek ebben a Nyúl utcai villában a házmesterek. És azt mondta a nagyságos asszony, mi teljesen egyidősek vagyunk, mind a ketten 1907-ben születtek, engem leánykori nevemen Pataki Annának hívtak, maga mától kezdve Pataki Anna használja az irataimat. Úgyhogy eljött néha engem meglátogatni Balaton Lelléről, Balaton Kilitire, ahol én bújtam, és Annának kellett szólítanom. Nagyon nehéz volt anya helyett, vagy mama helyett Annának szólítani. Nos, engem pedig a házhoz jött minden szerdán egy parasztasszony, aki friss tojást és túrót hozott Balaton Kilitiről, és azt mondta, én a Matyikát kézen fogom, elviszem, van nekem ott már egy zabi gyerekem, a kis Jenőke, azt mondom, hogy jaj, apám, most jut eszem, hogy van nekem egy másik is, és az itt jön,
és ez az én kis fiam, nem tudom ki az apja, és ott jártam második elemibe, mint Horváth Matyika, és az a Böhm Lőrinc nevű hentesmester megmentette az életemet. Szóval ilyen nagyszerű emberek voltak 44-ben. Mátyás, fájó szívvel szakítom félbe ezt a parádés visszaemlékezést, mert ezt hallgatnánk sokáig, de hát nem fogyná ki a szóból soha, viszont az idő eljár, és jó, nagyon sajnálom. Én azt mondom, hogy két részletet választottam ki ebből a könyvből. Mm-hmm. Az egyik az unokabátyámnak a visszaemlékezése 44-re. Hogy voltunk rokonok, az én nagyanyám, Vészi Margit, Molnár Ferencné, a húga volt az ő édesanyja. És ő belőle Amerikában egy nagyszerű orvos egyetemi professzor lett, megbecsült ember, és ő leírta 22 éves korában, szegedi orvostanhallgató korában, hogy élte át a 44-et, és hogy hogy voltak mégis rendes emberek Magyarországon, akik mentettek zsidókat, őt is, és hogy voltak fajzott ronda nyilasok és nácik és fasiszták, akik német mintára öltek és gyilkoltak. Nos, hát ezt akkor nem olvassuk fel, mert attól sokkal rövidebb lesz a dolog, ha az ő részletét nem olvassuk fel. Jó, ahogy a szerző kívánja, de akkor mit olvassunk fel? Hát, olvassunk fel egy dolgot, méghozzá elérkeztünk azon, hogy mindannyian túléltük, kivéve édesapámat, akit behívtak munkatáborba, és hiába volt egy mentesítő irat a Hóman Bélától, hogy ő, mint magyar író és falukutató, és az Athénaeum könyvkiadó irodalmi igazgatója nemzeti érték, már akkor az utolsókat rúgta itten a náci rendszer, és akkor kezdtek utcáról összefoglosni filmrendezőket, híres írókat, színdarabírókat, Széchenyi könyvtár osztályvezetőjét, úgyhogy ő egy táborba került Baldfürdőn Halász Gáborral, Szerb Antallal és például Gertler Endre filmrendezővel együtt. Gertler túlélte, mert fiatalember volt, a Szerb Antall már az első hónapban elhagyta magát, depressziós lett, hamarosan meghalt. A Halász Gáborral egy szörnyű dolog történt a Széchenyi könyvtár osztályvezetőjével. A táborparancsnoknak osztálytársa volt egy közeli földbirtokos, aki azt mondta, hogy adják ide neki ezt a halászt, mert ez egy nagyszerű ember, és hallja, hogy itt hetek óta csak moslékot esznek, meg nem adnak nekik rendesen enni, és éheznek, ő szeretné meghívni ebédre. És meghívta egy ilyen nagy magyaros ebédre, a Halász Gábor, vékonyka pasi visszajött a táborba, és egy napon belül meghalt. Szörnyű gyomor görcsök közepette. Szóval az apám még bírta, már odalátszott az orosz tankok torkolattűzzel, tankágyuké, és az utolsó napokban a felszabadulás előtt meghalt ott a táborban. Akkor hallgassuk meg ezt a részletet, jó? Mielőtt azt mondod, hogy ezt se hallgassuk meg, mert ja, hiszen elmondtad. Ezt a részletet nem írtam le, hanem azt... Akkor hallgassuk meg azt, amit kiválasztottál felolvasásra, jó? Mert tényleg az idő sajnos nagyon szorít. Igen, nagyon rövid és nagyon szórakoztató. Tudniillik, az én főművem, amire József Attila díjat kaptam, az a Levelek Zugligetből című könyv, amit félig én írtam, félig pedig az édesanyám leveleiből állt össze, amelyeket hozzám, mint 56-os angol menekülthöz, sok-sok évtized alatt írt. És hát ő egy Madame Sévigné volt. Ő olyan leveleket írt, hogy elképesztő. És ez a könyv, ez olyan, hogy egyszer mentem az autóbuszon, és ott ült egy pasi, és hangosan nevetett. És mindenki őt nézte, hogy megőrült-e vagy sem. És rám nézett, és mondta, ezt magának köszönhetem, ezt a nagy feltűnést, mert az anyja leveleit olvasom, az édesanyja leveleit, és egyszerűen nem bírom megállni, a könnyeim csorognak. Hát szóval kiválasztottam egy olyan levelet, ami még nem volt publikálva, és amit a koalíciós időkről, 48-ról ír, nem nekem, mert akkor én még gyerek voltam, hanem Szabó Zoltánnak, a család barátjának, aki kultúratasé volt Franciaországban, a Párizsi Követségen, és oda írja le neki, hogy mi újság Budapesten. Hát ezt talán olvassuk fel.
A háború végeztével a hatalmas veszteségek ellenére pezsegni kezdett az élet. A folyóirat szerkesztő Sárközi Györgyné egy kevéssé ismert levelét idézi a könyv, amit szerkesztőtársának, Ijés Gyulának írt. Kedves Gyula! Illő köszönettel és kellő irítséggel nyugtázom a római lapot. Referálok az itteni eseményekről. A válasz szépen prosperál, az előfizetők szaporodnak, a munkatársak fogynak. Vidéki költők mértéktelenül ontják műveiket, az írókból viszont harapófogóval kell egy-egy sort kihúzni. Németh László rövid jegyzete például úgy született, hogy háromszor szánkáztam fel az ülepemen a simára fagyott török vészre, míg hajlandó volt megírni. Kétszer, amíg hajlandó volt ideadni. Ezután ő csúszott le többször, hogy adjam vissza. Hagyjuk ki. Ő megszűnik írni. Őt utálják a munkatársak, gyűlölik a szerkesztők, unják az olvasók. Azután ígért egy hosszú tanulmányt az e-havi számba, de valami családi viszály miatt összepakolt, és vásárhelyre utazott. Különben minden egyes írónak előbb lelki klinikát kell tartani, azután kifizetni a tüzelőjét, és legépelni a kéziratát. Azután vagy adnak cikket, vagy nem. Legtöbbnyire vagy nem. Bibó felülmúlta önmagát, és legutóbb a már tördelt cikket írta át előről, úgyhogy fél éjszaka ültem a nyomdában, és téptem őszfürtjeimet, míg végül a nyomdász kijelentette, hogy ő prím hegedűs a budakeszi alagi kommunista párt jazz együttesében, és ő ezért hazamegy hegedülni, mert egy estére többet kapott, mint az egész válaszért. Így történt, hogy Bercelinek két új verse helyett, két uraságoktól levetett verse jelent meg, az is fölcserélt címekkel. Szerencsére egész egyformán rossz versek, senki sem olvasta őket. A válasz fiataljait valami eszi. Sarkadi a lábát törte, Jékelinek tüdőgyulladása van. Két közéleti eseményünkről akarok még referálni. A Nemzeti Parasztpárt ízléses ötlettel kibérelte a Nemzeti Színházat, hogy Veres Péter bácsi 50 éves fennállását kellő fénnyel ünnepelhesse. Ebből az alkalomból előadtak jelenetet Gyuri Dózsájából is, és ebben a jelenetben olyan rendezői ötlet volt, ami egy csapásra megteremtette a kontaktust a színpad és a nézőtér között. A hírnök, aki pihegve jött, még a színfalak mögött elesett, és a seggén csúszva érkezett a színpadra. Olyan vehemenciával, hogy végig szánkázott a színen, és kirúgta a széket a méltóság teljesen trónoló Dózsa alól. Úgyhogy végül mindketten a földön ülve szavalták el a szerepüket. Ugyanakkor a Szocdempárt nem bírta ki, hogy ne ünnepelhessen valahol, és kibérelte a Városi Színházat a Népszava 75 éves jubileuma alkalmából. Az új számról azt hiszem Flóri referált. Én csak azt fűzöm hozzá, hogy Vörös újabban egyszavas verseket ír. És így 10 forintjával számítva sokba fog kerülni a válasznak. A két legsikerültebbet ide iktatom, hogy legyen mit olvasgatni a este az ágyban elalvás előtt. Csillag rózsa, szárny sötét. Még szívből és őszintén gratulálok a szép újévi cikkhez, és sokszor szeretettel üdvözlöm Sárközi Márta. Hát így aztán eljutunk nagyon messze, és az emigráns írók közül ugye jó barátom volt Szabó Zoltán és Csészabó László, velük is sokat beszélgettem, és ugye Csé azt mondta 56-ban, Jézus Mária 1000 magyar író nyugatra tart, kapott tar fejéhez, hogy jönnek csőstül a fiatal írók, és azok mind ilyen reformkommunisták lesznek, és meg lehet tőlük őrülni. De egy nagyon jó generáció nevelődött ott ki, és ha már ott tartunk, hogy
mi a helyzet az emigráns magyar irodalommal, annak vége. A magyar írók hazatelepülnek, akik még élnek, az ilyen vén tojások, mint én, a Makkai Ádám, meg az Oravec Imre, meg a Sándor Andris, aki András Sándor néven ismeretes, és Ferdinándi Gyuri Puerto Ricóból elindult Csokics János és Andorra egyetlen magyar költője, aki Tatáig ért, aztán ott meghalt csendesen. Szóval nincsenek többi irodalmi folyóiratok nyugaton, és akik publikálnak, azok itt publikálnak a magyar folyóiratokban. Ez történt velem is. És mostanában ugye e-mailen váltunk üzenetet emberekkel, és én bevallom, hogy néha olyan jó e-mail leveleket kapok, hosszú, magvas dolgokat arról, hogy mi történik itt, mint kell nekünk odakint megítélnünk azt, ami itt történik, hogy én azokat kinyomtatom, és abból is számosat beletettem ebbe a könyvbe, mint záróaktust. Nagyon szépen köszönöm mindezt, és hát hálás dolog Sárközi Mátyást kérdezni, mert voltak éppen semmit nem kell kérdezni, csak odaadni a mikrofont, és egy olyan élvezetes műsort nyújt nekünk, de hát ez így is van rendjén, hiszen Molnár Ferenc unokájától mi mást kaphatnánk, mint a 20. századi magyar irodalom történet élő, pezsgő, élvezetes krónikáját. Nagyon szépen köszönjük a Láda fiát, és külön, én a személy szerint külön köszönöm, hogy Kolozsvári Grand Pierre Emilt is belevetted, mert nagy élvezettel sokat ír Emil az önéletrajzában, az önéletrajzi írásaiban sokat ír édesanyádról, úgyhogy én a Kolozsvári Grand Pierre Emilnek külön örülök, és nagyon köszönöm. Emici, a női popók legnagyobb dicsérejve kapott egy egész fejezetet, benne van, ugye írtak 30 évvel ezelőtt ilyen sírverseket a írókról. Hát nem olvasom fel a Emici igen malac sírversét, amit Gömöri Gyuri még angolra is lefordított, hogy az angolok is tudják, hogy milyen magas színvonalú irodalom hát, van itt Magyarországon. Meg kell keresni a könyvben, még egy okkal több, hogy kézbe vegyük a könyvet. Nagyon szépen köszönöm Sárközi Mátyásnak. És akkor elérkeztünk az utolsó szereplőhöz, de nem utolsó sorban, ahogy azt szokták mondani, végül, de nem utolsó sorban. Különös örömmel hívom Jankó Laurát. És tényleg különös örömmel beszélgetünk, hiszen szerencsére úgy hozza mindig az élet, a Jóisten úgy rendezi a dolgokat, hogy sokat találkozunk egymással így színpadi körülmények között. Sokszor kérdezhetlek, sokszor cserélünk gondolatokat. Most megleptél, az az igazság, hogy megleptél, mert tavaly jelent meg Éjszaka a gyermek című verseskönyved a Magyar Napló gondozásában, és most pedig itt az új könyv a Magyar Naplónál, Gerlice, gyors röptű írások alcímmel, Gerlice, ezek most nem versek, hanem szösszenetek, kis tárcák, gondolatfutamok. Hogy neveznéd ezeket? Azon kívül a gyors röptű írások, mik ezek valójában, Laura? Gyors röptű írások, köszönöm szépen a kitartást. Nem, igen, legszívesebben azt mondanám, hogy írjuk át a forgatókönyvet, és üljön ide vissza Sárközi Mátyás, annyira nagy-nagy élmény volt őt hallgatni, és annyira pindurka az, amit én képes vagyok mondani, vagy jelentéktelen. Tehát, hogy gyorsröptű írások, és ennek a megnevezésnek azért örültem nagyon, mert egyik sem, tehát azok közül, amik így bevett vagy használt fogalmai egy-egy írásmű elnevezésekor, valahogy engem kísért az, hogy nekem kell föltalálni a spanyol viaszt, úgy teszek, mintha nekem kellene, ugye nem nagyon találom a műfaját annak, amit én szoktam írni, és akkor kénytelen vagyok műfajt is felfedezni, vagy
vagy találni, és akkor nagyon, nagyon örültem annak, amikor gondolkodtam a címen, hogy mégis mi legyen az a fogalom, vagy szó, ami a legjobban magába sűríti a kötet tartalmát, ami egyszerre szerteágazó tematikailag, és egyszerre egy és ugyanaz az a kérdés körül lebeg, forog, meditál. És akkor megnéztem azt, hogy a Gerle a kedvenc madaram, és nagyon szeretem a balladai gerlicét, tehát azt a ballada típust, ami a gerlicéről szól. Tehát így folklorisztikailag ismertem a hátterét ennek a szimbólumnak, madárnak, és akkor megnéztem a katolikus lexikonba, hogy mit írnak a gerléről, hogy vallásilag van-e szimbolikája, és akkor ott találtam azt a rettenetesen jó kifejezést, hogy gyors röptű madár, és akkor úristen, de jó, hát igen, ezek nem mini eszék, nem rövid prózai írások, nem vallomások, hanem ezek gyors röptű írások, mert hogy, és ebben azt hiszem, hogy teljesen új ennek a kötetnek a tartalma is, a formája is a korábbiakhoz képest, hogy ezek az írások többnyire kérésre születtek, vagyis megkeresésre írott válaszok, és ezekre rövid idő állt rendelkezésre, az életkörülményeim eleve rettenetesen kevés időt biztosítanak, vagy tesznek lehetővé arra, hogy egyáltalán egy betűt is leírjak, és tehát gyorsan, röviden kellett, azt hiszem, nagyon-nagyon komoly dolgokról vallani, írni, állást foglalni, tehát egy ilyen kis katekizmusa annak a világnak, ami bennem van, és amire a külső ember kíváncsi, tehát hogy ez nekem jó leső érzés volt, hogy szerkesztőségek, folyóiratok hívtak föl, vagy kerestek meg azzal a kéréssel, hogy van egy tematikus számunk, és hogy nagyon jól vennék, hogyha elmondanám erről a témáról a véleményemet, és ez nekem szülési szabadság alatt, ugye, nem tudom, ki volt az az ember, aki a szülési szabadság kifejezést kitalálta, mert úgy szülőnek lenni, hát nem tudom, hogy hol van benne a szabadság, de minden esetre az ember otthon volt szabadságon, és akkor mégiscsak megélhettem az alkotás pillanatait. A vers az egy másfajta körülményt, időt, lelkiállapotot kíván a prózai írásokkal. Szóval nekem ez egy mentőhajó volt, nekem ezek a prózai megkeresések, vagy a prózai írásokra vonatkozó megkeresések, ezek engem rám ilyen Noé bárkájaként hatottak, hogy egy picikét kimentettek a hétköznapokból, és emlékeztettek arra, hogy amúgy írásról is szoktam foglalkozni, vagy foglalkoztam volt. Olyan szép kerek, amit mondasz, és annyi felé lehetne belőle ágazni. Hát ugye a Noé bárka, hiszen ha már azt vesszük sorra, hogy a gerle, a galamb milyen jelkép, miknek a jelképe, milyen üzeneteket, tartalmakat hordoz. Hát ugye biblikus madár is, hiszen Noé történetéből tudjuk, hogy a gerle jelenik meg. Gerle egy tér vissza csőrében egy olajfaággal, és innen tudja Noé, hogy közel van a szárazföld, tehát a gerle a jó hír, a szárazföld, a kikötés, a révbeérés üzenete, egy biblikus üzenet, és hát mellesleg ugye a Szentlélek, és ugye a galamb gerle képében szokott működni a keresztény, főként a katolikus egyház művészetben. No, de ennél is fontosabb, hogy az ilyen
most a könyvünk szempontjából, hogy az ilyen kötetekre az ember nem készül előre éveken keresztül. Azt hiszem, az ilyen könyv úgy születik, úgy jön létre, hogy egyszer csak elkészül, egyszer csak az ember azon kapja magát, hogy sok írás felgyűlt a számítógépében, esetleg kap egy kiadói felkérést, ösztönzést, valaki szerkesztőnek eszébe jut, hogy kérjük meg Laurát, szedje össze a számítógépéből az ilyen és ilyen témájú, műfajú írásait. Azt hiszem, nálad is ez így működött, hogy nem előre tudatosan készültél a Gerlicére, hanem egyszer csak jött egy lehetőség, hogy szedd egybe, gyűjtsd csokorba az ilyen jellegű írásaidat, igaz? Igen, és azért tettem ezt jó szívvel, mert tényleg volt egy olyan élmény mögötte, hogy ezek az írások megelőlegezték az érdeklődést. Tehát, hogy megéltem azt, hogy kíváncsiak rám. Mert ugye a verset azt abszolút a saját magam számára írom, teljesen más szempontjaim vannak, nagyon befele figyelek, mostanában megpróbálok az olvasóra is figyelni, de ott egy másik világba kell belépnem ahhoz, hogy a verssel összetalálkozzam. Ezek az írások tényleg elhitették velem azt, vagy nem azt mondom, hogy íróvá formáltak, de beültettek egy írói székbe, és feladatot adtak, és kereteket adtak, témát, keretet, tehát én sose tudok megrendelésre írni, és most ez a felkérés, ez a megbízás, ez elhitette velem azt, hogyha kell, akkor tudnak születni ilyen szövegek is, és aztán követte ezt egy nagyon gazdag és többnyire pozitív visszajelzés, ami tükröződött abba, hogy másodszor is megkerestek, hogy terjesztették, hogy reagált, tehát hogy önálló életre keltek ezek az írások, a folyóiratok és a magazinok és a rádió és a tévé szereplések révén, vagy színpadi beszédek, megnyitók, ilyen is van, könyvheti megnyitó beszéd is van a szövegbe. Tehát, hogy a reflexió vagy a visszajelzés olyan volt, hogy azt gondoltam, hogy csináljunk egy fészket ezekből az elszórt szövegekből, és hát ha valaki, ahogyan Sárközi Mátyás is mondta, kíváncsi arra, hogy a legbelsőbb, a rejtelmek legbelsőbb ereiben mik lakoznak, vagy mik lapulnak, akkor én azt hiszem, hogy ha valahol, akkor ezekben a szövegekben nagyon-nagyon mesztelenre vetköztem, kitárulkoztam, tehát, hogy itt rám lehet nézni, és akit látnak, az én vagyok, tehát, hogy azért gondoltam azt, hogy ám bár nem egy kötetre készültek, hanem egymástól teljesen függetlenül időben, térben, céllal íródtak ezek a szövegek, mégiscsak az a közös bennük, hogy a szívemet, tehát a mentalitásomat, a hitemet a legtisztábban, legletisztultabban, amennyire aktuálisan képes voltam megfogalmazni, tartalmazzák, és ami még nem hangzott el, ugye az anyaság, a kisgyermekek, a játszóterek, hát a velencei játszóterek egyikén ismerkedtem meg egy lassan 4 gyermekes édesanyával, akivel nagyon boldogan vagy szomorúan osztottuk meg egymás bánatát, hogy én se tudok alkotni, ő se tud alkotni, kivéve a gyermekeinket, akik hát nyilván életünk leg
legnagyobb alkotásai, és akkor kiderült, hogy Szabó Zsombók Magdolna egy csodálatos kezű grafikus művész, és hát így a játszótér ugye megismertetett minket egymással, és akkor hát nagy-nagy örömömre sikerült néhány illusztrációt készíteni ehhez a kis könyvhöz, ami azt hiszem, hogy nagyon jót tett a szövegeknek. És szép ez, izgalmas és szép ez, ahogy az évek során itt-ott lapokban, helyeken elszórt cserepekből egyszer csak kirajzolódik az egész, összeáll az egész egy míves kancsóvá, korsóvá, vagy a kis kockákból összeáll a mozaik. Tehát valahogy az egész mégis egy egészséges, egységes testet alkot, úgyhogy nagyon örülök ennek, és kérem, hogy hallgassuk meg a kiválasztott szövegeket. Nyugodtan rövidítsetek valamit, tehát csak egy kis ízelítőt. Köszönöm. József Attilai kilátás. Mi emberek, kivált, akik vándormadarak módjára itt is, ott is megszállunk, de leginkább a levegőben, senki földjén zarándokolunk. Gyakorta kérdezzük egymástól, na és a te hazád? Hol van a te hazád? Bizony nagy bajban vagyunk ilyenkor. Egyszer erre a kérdésre azt találtam felelni, ott van a hazám, ahol én vagyok. És azóta nem kíváncsiak a hazámra. Aki születésekor nem világot, csak a létezés lehetőségét kapja, annak teremtenie kell világot. Ez a világ éppen olyan törékeny és esetleges lesz, mint maga az alkotója, az ember. De az is előfordul, hogy a világ teremti meg az embert. Ilyen alkotó munkát végzett az én életemben a József Attila Általános Iskola, sőt, Csíkszereda. 2 esztendőt töltöttem el a József Attilába, mégis túl fizetett. Nyelvet és identitást kaptam cserében. Volt az nekem korábban is, természetesen. De aki még a valamin is túl születik, az ikernek születik. És az ikerléleknek jóból is, rosszból is 2 adag jut. Szülőfalumban az úgynevezett hálaimának nincsen cifra hagyománya. Amikor az emberek rendkívüli csodát tapasztalnak, köszönetképpen mindössze annyit mondanak, Isten fizesse meg az Istennek. Mi többet mondhatok annál, mint Isten fizesse meg az Istennek a József Attilai kilátást. Olyan szellemi tájra nyitott a felszemem, ahol a mindenség lehet földi hazám. A Petrás lecke. Magyarországon kicsit még ma is szenzációnak számít a moldvai magyar ember, szinte megcsodálják, és egészen biztosan akad néhány szent ember, aki bizalmába fogadja, önzetlenül segíti különféle ügyeiben, szükségeiben. Még inkább így volt ez a 90-es években, amikor Isten jóságából én is Magyarországra kerültem. Akkor még erősebb volt a csángók iránt az érdeklődés, a kutatómunka a virágkorát élte. Egy alkalommal egyik ismerősöm megkérdezte tőlem, nálunk is csümölésnek mondják a találóst? Mert Petrásnál ezt olvasta. Istenem, csak meg ne kérdezze, hogy ugye tudom, ki volt Petrás, fohászkodtam magamban. Hazarohantam, és Petrás nyomába eredtem. Megismerve életét, elolvasva írásait, megértettem, hogyan és milyen áron sikerült túlélni a moldvai magyarságnak a 19. századot. És megértettem azt is, hogy az, hogy a 20. század nem nyelte el a kultúránkat, a közösségeink megmaradtak, Petrásnak köszönhető. Most pedig azt hiszem, a folytatás azon múlik, tudunk-e Petráshoz hasonlóan szeretni. Példázatok a szegénységről. Amikor Tukán Józsi gerince annyira meghajlott, hogy sárga szemével már csak a földön talált magának látni és ennivalót, felhagyott a napszámba járással. Azon a nyáron, illés napján, a Budó kapuja felé vezető út domboldalát egészen kimosta az eső, és az éppen arra járó Tukán Józsi mit gondolt, mit nem? Térdre eresztette 70 esztendős csontjait, ujjával vájni kezdett a fehér ázott földben,
és megízlelte azt. Aztán eszegetni fogta, mint más ember fia a zsíros ebédet, majd másnap reggelre is azt tette, estére hazavitt belőle. Hiába mondtuk oda az, hogy bácsi Józsi eszi a földet, gyermekbeszédnek tartották igazmondásukat. Egyszer aztán Tuká Józsi szomszédja csak elterjesztette a hírt az utcában, hogy bácsi Józsinak menen a bűze, azaz szaga van. Valaki meg is találta jegyezni neki. Lássa, mit csinál bácsi Józsi. Addig eszi a fődet, meddig a főd jól lakik kendvel. Az öreg erre azt felelte. Hát eddig nem a főd tartott el. Aztán, ha a gyümölcsim már megvan érve, akármikor leeshet, nem úgy van-e? Volt egyszer egy világ, ahol pénzre egyedül a só megvásárlásához volt szükség. De Tőgyes Pityék nem ismerték a pénz színét, s így a vásárlást sem, csak a cserét. Az egész falu azt beszélte, Tőgyeségnek sótlanul múlik ki a világa, s úgy elvárták volna, hogyha már kérni gyávák, legalább panaszkodni ne volnának restek. Ha az ember nem is, bár az asszony, Vergina, miért nem siránkozza? Jaj, be igazságtalan tud lenni a nagy Isten egynek annyit ad, hogy az ükunokáknak is marad belőle, másnak annyit sem, amennyi egy asszony gyomrában elférne. De Tőgyes szája nem nyílt panaszra. Egyszer aztán szárnyra kapott a hír, hogy Tőgyes Pityék alig, hanem lopják valakitől a só. Hogy elejét vegye a háborúnak, Pityi felkerekedett, és háztól házig elvitte a hírt, hogy tudniillik, félnapi járásra talált egy sós forrást, onnét hozzák a vizet, Vergina abból főzi a sós eledelt. Jó emberrel a vízes jó, mondták ekkor a faluban az asszonyok, akik hirtelennyében arról is felvilágosodtak, hogy bizony a házasság is lehet sótlan. Néni Borbárról az a szójárás járta, hogy ágyban kicsi, bölcsőben nagy. No nem, mintha tizenéves lett volna, hanem mert ahogy öregedett, egyre csak törpült. Véllány volt, magára volt testvér, azaz testvére sem volt. S ki tudja, miért asztala sem. Amikor erről az új plébános értesült, sajnálkozott felette, de néni Borbár sietett megnyugtatni a pátert, én Isten asztaláról eszem, atyaság. Ne az oltár jusson eszünkbe. Néni Borbár örökké a holtakkal álmodott, azok keresték meg számára a mindennapi kenyeret. Egyik halott arra kérte, kössön egy pár gyapjúzoknit húgának, s vigye el hozzá, mert a más világról látja, hogy a föld már megfagyott, s még mindig mezitláb jár a csizmában. Aznap a halott húgának asztalánál terített meg Isten néni Borbárnak. És így ment ez hosszú esztendőkön át, nap mint nap. Tukán Józsit a restség miatt vette örökbe a föld. Tőgyes Pityit addig üldözte a szükség, míg belebotlott a szerencséjébe. Néni Borbár még ma is élne, ha az élő napot Isten nem a likas vékával mérte volna. Egyikről sem állították azt, hogy szegény. Szegénynek mondták az árván maradt gyermeket, a halálos beteget, és mindenkit, akit nagy bajjal látogatott meg az Isten. Példázatokat idéztem egy keleti magyar falu életéből, mert a bennük rejlő tanulság többet elárul a szegénység természetéről, mint bármiféle eszmefuttatás. A három történetből az is kitetszik, hogy a szegénység annyiféle, ahány ember van a világon. És eszembe jut a székely közmondás. Ha tányérokra kiki kitenni a maga baját, és az ember választhatna, akkor először mindenki a magáéhoz nyúlna. Köszönjük szépen ezt a könyvet. Szép könyv, és nagyon érdekes mindig egy költő más műfajú írásait olvasni. Tehát jó érzés ezeken az írásokon keresztül bepillantást nyerni a te költői műhelyedbe is. Köszönjük szépen. És most pedig akkor végezetül egyrészt nagyon szépen köszönjük a türelmet és a figyelmet a közönségnek, és még felhívom szíves figyelmüket, hogy a bemutatásra került könyvek megvásárolhatók a bejárat mellett az asztalról,
és a jelenlévő szerzők nagyon szívesen dedikálják azokat, és ahogy már az elején elhangzott, kedvezményes áron juthatnak hozzá ezekhez a könyvheti újdonságokhoz. Még egyszer nagyon szépen köszönjük a figyelmet, és mindenkinek jó olvasást, sok szép irodalmi élményt kívánunk. Viszontlátásra!